folyik a vita, hogy a forintosított devizahitelek kamat felárának rögzítése mennyibe fog kerülni a pénzintézeteknek. Ugyancsak vita folyik arról, hogy elértük-e már az államadósságnak a megfelelő szintjét, és ezen kívül még a mai reggel vitáihoz hozzátartozik az is, hogy a kereskedelmi cégeknek komoly vitájuk akadt a vasárnapi nyitvatartásból. November 18-a van, reggel 10 óra, ez a Privátbankár híradója, Nagy László Nándor vagyok, mondom a részleteket. A forintosított devizahitelek kamatfelárának rögzítése az elemzői becslések szerint évi 100 milliárd forintos bevételkiesést okozhat a bankoknak. Ezt Nagy Márton, a jegybank ügyvezető igazgatója szerint évi 3%-os tőkearányos eredménycsökkenéssel jár, amelyet a kamatmarzsokba beszorított bankok pusztán költségcsökkentéssel nem tudnak majd ellensúlyozni, ezért a piac koncentrációja várható. Bár ennek az átalakulásnak az egyik nyertese bizonyosan az OTP Bank lesz, a mostani forintosításhoz kapcsolt kamatrögzítés az elemzők szerint a korábbi piaci várakozásnál több, akár 10-20 milliárd forintos éves bevétel kiesést okozhat a legnagyobb hazai banknak. Ráadásul még az is előfordulhat, hogy a jobb adósokért a felvételkori, most visszaállított marzsnál kisebb szinten is verseny indul, még a korábban magasabb marzsal hitelezett rosszabb ügyfelek esetében is fel kell kötni a nadrágot az OTP-nek, és arra kényszerült, hogy saját felárait vigye lejjebb, hogy ügyfeleit megtartsa. De van kedvező hír is az OTP házatájáról. A jól értesült szlovén napilap a Dnevnik szerint a korábban rebesgetett 300 millió helyett csak 150 millió eurót ajánlott az OTP Bank a szlovén Nova Banka privatizációs tenderén. Az eladásról szóló bejelentés pedig a jövő hónapban kerülhet nyilvánosságra. A Dnevnik szerint a szlovén állam szeretne magasabb árat kapni, hiszen az új ajánlat már csak a bank könyv szerinti értékének harmada, már pedig az állam 2013-ban több mint 800 millió eurót tölt be a Nova Bankába. Ugyanakkor a másik oldalról az nyomja a kormányzatot Szlovéniában, hogy a közvélemény rosszállása ellenére is eltökélt az Európai Bizottság felé vállalt privatizációs folyamat végigvitelében, vagyis el fogja adni a bankot. A szlovén lap szerint még mindig az OTP tűnik befutónak, úgy tudják, hogy csak egy igazán komoly ellenfele van, a Magyar Banknak, az pedig az Apollo nevű amerikai befektetési cég. A NOMA megvásárlásával az OTP a szerbiai jelenlétét is erősítheti, mivel a szlovén banknak van egy kisebb leánybankja is Szerbiában. A szlovéniai bankvásárlás mellett Lengyelországban is megjelentett az OTP, itt a korábbi a privátbankár.hu által közölt is hírek szerint a General Electric leánybankja az egyik kiszemelt, ám van egy másik kisebb pénzintézet, az FM Bank PPP, amit szintén vizsgál az OTP. November elejére sikerült a múlt évi szint alá csökkenteni az államadósságot, közölte a Magyar Nemzettel Borbély László András, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató helyettese. Ez azt jelenti, hogy a GDP arányos mutató már a múlt héten alacsonyabb volt a szükséges, tavaly évi 79,4%-nál 79,2%-on állt. Ez annak fényében új fejlemény, hogy hétfőn még az MNB adataira hivatkozva az volt a hír, hogy a harmadik negyedév végén a GDP 83%-át tette ki az államadósság, amely 2%-os csökkenés volt a második negyedév végéhez mért rekord közeli értékhez képest. De még így is jóval a tavalyi évvégi 79,4% felett állt a mutató. A kedvezőbb adat egyértelműen a közelmúlt 2 milliárd eurós törlesztéséhez köthető, amelynek forrásait már az év első felében beszerezte az állam. Igaz, az NGM szerint ez a lépés önmagában csak 2,1%-ponttal csökkenti a GDP arányos államadósságot. Még az MNB adat ismeretében az értékelők többsége szkeptikus volt, és azzal számolt, hogy az államadósság elleni háború idei ütközetét is, akár csak tavaly trükkökkel fogja megnyerni az év végén a kormány. A magyar élelmiszerkereskedelem három legnagyobb forgalmú, 2013-ban együttesen 1441 milliárd forint bevételt elérő, és összesen 77 ezer dolgozót foglalkoztató hazai tulajdonú üzletlánca, a CBA, a Coop és a Reál a leghatározottabban támogatja a vasárnapi nyitvatartás korlátozására irányuló kezdeményezést. A közleményük szerint a korlátozásra a több százezer kereskedelmi dolgozó pihenésének, családi életének biztosítása miatt van alapvető szükség. A három társaság szerint a szabályzás semmilyen tekintetben nem diszkriminálja pozitívan egyiküket sem, hiszen mindhárom üzletlánc a legtöbb egységének zárva kell maradnia a vasárnapi törvény elfogadása esetén, hiszen a három lánc franchise partnerének csak pár százaléka működik családi vállalkozás keretén belül, akik esetleg alkalmazottak bevonása nélkül tudnák a vasárnapi működést biztosítani. Persze az is az igazsághoz tartozik, hogy az érintett cégek üzleteinek zöme vasárnap jelenleg is zárva tart. És ha már áruházak. A nagykereskedelmi láncoknak az élelmiszerlánc felügyeleti díj jelentős emelése után összesen több mint 30 milliárd forintot kell befizetniük jövőre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak, a NÉBIH-nek, amely informatikai fejlesztésekre költeli a múltig pénzét
írta Keddi címkében a Népszabadság. A Népiknél az újság érdeklődésére elmondták, a díjból befolyó összeg fele marad náluk. Az 50-ből 10%-ot kötelezően fejlesztésre fordítanának, a fennmaradó összeget pedig a hivatal működésére. A bevételek másik fele, több mint 15 milliárd forint a kormányhivatalokhoz kerül, ami szintén az élelmiszer biztonság erősítését jelentheti, mivel a tényleges ellenőrzést végző állatorvosok a kormányhivatalok felügyelete alá tartoznak. A jelenlegi költségvetésben 13,5 milliárd forintot terveztek a Népik számára, ebből 8,9 milliárd forint származik az 1100 személy foglalkoztató hivatal különféle bevételeiből, a maradék a központi költségvetésből származó támogatás. A Népiknek egyelőre nincs információ arról, hogy radikálisan felemelt felügyeleti díjnyomán csökkenhet-e a büdzséből folyosított összeg, ezt ugye majd a költségvetésből fogjuk meglátni. Ha minden marad, akkor összességében akár több mint 40 milliárd forintból működhet az élelmiszerbiztonság. A hivatalnál úgy tudják, hogy az ömében hipermarketekből befolyó összegből 2013 és 2022 közötti időszakra előirányzott élelmiszerbiztonsági stratégia megvalósítását fogják finanszírozni. Legvégül pedig akkor tekintsünk rá a tőzsdékre, hogy hogy nyitottak. A BUX nagyon-nagyon szerény 0,1%-os pluszban van. A vezető papírok közül viszont egyedül jelenleg a Magyar Telekomot jelzi mínuszban az index, ott közel 1%-os a negatív helyzet. Az OTP 0,4%-os, az Richter 0,3%-os pluszban van, a MOL jelenleg a tegnapi árfolyamát őrzi. A devizapiacokon enyhe forint erősödés tapasztalható, jelen pillanatban az euróért 305,8, az dollárért 244,9, míg a svájci frankért 254,6 forintot kell fizetni. Meglátjuk, hogy hogy alakulnak majd ezek az árfolyamok a következőkben. Legközelebb egy órakor fogunk önöknek erről tájékoztatást nyújtani egyéb hírekkel. Nézzenek akkor is bennünket, és addig pedig a híreinket. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.